Haló, tessék, polgárőrség! Ez igazából tényleg csak egy ilyen állampolgári, egy zuglói összefogás. Kivétel nélkül mind Zuglóba lakunk, a helyi sajátosságokat ismerjük. Közvetlen a bűn megelőzéssel foglalkozunk, ami döntő részben járőrszolgálatokban merül ki. 14. kerületben csak Zuglóba dolgozunk, ritkán egyéb felkérésekre Budapest, illetve országos szintű rendezvényeknek a biztosításában részt veszünk. Zábor a gaz állhat közénk polgárőrnek, akinek fedhetetlen múltja van, fedhetetlen előélete, és egy 6 hónapos próbaidő után meg tud felelni olyan alapvizsga követelményeknek, amivel gyakorlatilag igazolja azt a tagság felé, hogy sem önmagára, sem pedig a társaira nem lesz veszélyes az a tevékenység, amit a éjszakai járőrzések során folytatunk. 14-20-as a központhívja. Kaptam egy bejelentést, miszerint a Füledi és a Csertő utcánál egy bejelentő, ki magát nem nevezte meg, személyeket lát ólálkodni ott a közért környékén az autóknál. Légy szíves, hogyha tudtok, akkor menjetek arrafelé és nézzétek meg, mi a helyzet. Ebben az irodában minden szerdán 17 órától 19 óráig tulajdonképpen ügyfélszolgálat van. A tervünk között szerepel az, hogy ebben a helységben egy állandó éjszakai diszpécser szolgálatot hozzunk létre. Nagyon fontos kapocs ez a lakosság és a polgárőrség között. A zuglói polgárőrség új helyre költözött, az Egressi út 73B számú lakóház földszintjére. Kerületünk civil szervezete 1989-ben alakult. A fővárosi testvérszervezeteivel közösen a Budapesti Polgárőr Szövetség ellenőrzési csoportja koordinálja. A polgárőrség politikailag független védelmi egység. Munkája hasonló a rendőrségéhez, ám nincsen intézkedési joga. Feladata a bűnmegelőzés a közterületeken és a közintézményekben. Most ott áll a polgárőrség jelen pillanatban, hogy kezdi a társadalom elismerni. Már nem úgy nézi a polgárőrséget, mint egy hobbi szervezetet, hanem mint egy igazából dolgozni tudó szervezetet, illetve a rendőrség segítőjét. A kerületi polgárőröket mi képezzük. Nálunk egy elég komoly oktatási rendszer van. A Kvadrányi úton 3-4 fős gyerekek nézegetik az autókat, egy Mercedes nézegettek. Légy szíves, guruljatok el arrafelé civil autóval, és nézzetek körbe. Hogy az utcán vagyunk, ez egy óriási visszatartó erő bűnözőknek, mert már ha látják, hogy mozgás van egy bizonyos területen, akkor már nem fognak olyan szinten bűncselekményt elkövetni. Két évvel ezelőtt először találkoztunk egy gépkocsival, ami hajnali órákban jött le a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróról. Jeleztük technikai eszközeink segítségével a kerületi kapitányságnak a gépkocsit, miután nagy sebességgel érkezett. Folyamatosan követtük az autót, a rendőrök megállították, megfogták, feltartóztatták, és miután a gépkocsiba ülő embereket a rendőrök átvizsgálták, utána derült ki, hogy a 8. kerületben egy igen brutális gyilkosságot követtek el. Budapesti szinten az egyik legeredményesebb polgárőr csapat vagyunk. A lágymányosi, illetve az újpesti polgárőr egyesületekkel együtt sikerült kaptunk egy rendszámfelismerő rendszert, ezt Falconnak hívják, amivel az elmúlt másfél hónap alatt egy 10-12 körözött gépjárműt sikerült felderítenünk, illetve hát felderítés után értesíteni a helyi kapitányságot. Egy ilyen gépkocsi zoltában a mások központ, kérem. Jelentkezem. Üdvözlődnék, kollégám, hogy mi a helyzet a Kvadrányi úton. Yeah.
Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Zugló Polgárőrség 25 éves fennállása alkalmából tartott ünnepségen. Felkérem Kardos Pál elnök urat, legyen szíves köszöntőjén elmondani. Nos, amikor először ezt a filmet megnéztem, őszintén megmondom, kirázott a hideg. Mégpedig azért, mert szinte gyerekek voltunk akkor, amikor belevágtunk ebbe, azt se gondoltuk, hogy eljutunk ma idáig. Sokan megkérdezték ma tőlem, hogy miért ebben a formaruhába jöttem. Én azt mondtam, hogy azért, mert szimbolizálja és jelképezi azt a 25 évet, ami eltelt. Amikor még csak álmodtunk, amikor azt gondoltuk, hogy ez egy utópia, ez valóban csak akkor következhet be, akkor történhet meg, ha ennyi kiváló ember összefog, aki Zuglóban ezt megtette. Nem voltak lusták, nem voltak közömbösek, nem voltak nem törődömök, azt mondták, hogy tegyünk együtt valamit Zuglóért. Én mindig arra kérem a kerület vezetését, hogy becsülje meg ezt a tevékenységet, hogy ez a rengeteg ember, akit önzetlenül, szabad idejéből úgy gondolja, tenni szeretne valamit Zugló közbiztonságáért. Most már mondhatom, hogy biztonságáért, hiszen olyan komplex tevékenységet nyújtunk, ami azt gondolom, hogy egyedülálló az egész országban, nem csak Budapesten. Ami nagyon fontos, hogy Kardos Palit én nagyon fiatalon ismertem meg, 20-valahány éves, amikor először itt jártam Zuglóban, és ő ma akkor bírt egy olyan kijelentést tenni, emlékszem, mintha ma lenne, hogy mi a rendőrséggel együtt dolgozunk. Mondom, ezt hogy érted? Mert ugye mi mezítlábasan mentünk, jöttünk, aztán annyi. Hát az úgy, hogy közös rádió, mi van? És egyszer csak eljutottuk odáig, hogy ez most már alapkérdés. Tehát én mindig azt mondom, a rendőrséggel közös szolgálat azért jó, mert akkor nem közfeladatot látunk el, hanem hivatalos személy támogatójaként ugyanaz a védelmet élvezzük, ha rendőrrel közösen vagyunk szolgálatban. És ez egy másik iszadó dolognak, tehát ez a rendőrség bizalma és a lakosságnak is, hiszen most már kezdünk fölnőni arra a szintre, hogy a tábornok úrral mindig szoktuk mondani, hogy önkormányzat, rendőrség, polgárőrség, tehát ez a hármas egység, hogyha létre tud jönni, azon a településen jóval kevesebb a balhé, mint azokon, ahol van még egy-két település, hogy nincs ez a civil kezdeményezés, fene tudja, lehet, hogy pénzkérdés, és nem tudom. Én mindesetre gratulálok. Sokszor jártam itt Zuglóban, több okból kifolyólag Kardospalban, igen, jó baráti kapcsolatban vagyunk, de azt észrevettem, hogy bármilyen vezetés volt, vagy bármilyen rendőri vezetés, alapkérdések mindig jól működtek, mindig irigylem is egy kicsit érte, hogy hála jó Istennek, ez ilyen jól megy. És hát átadva tábornok úr jó kívánságot és üdvözletét, én megköszönöm többek között a zuglói polgárőrségnek, az ügyeletnek, akikkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a segítségüket, a jó szándékukat. Jó dolog ide bejönni, és azt vettem észre, hogy itt valahogy, jó, vannak kerületek, ahol ez nem így működik, de úgy érzem, hogy itt van valami olyan egység, ami arra, abba az irányba mutat, hogy azok a magyar tulajdonságok, hogy hogyan lehetne egymást egy kicsit heccelni, zrikálni, tehát hogy hogyan tudunk még egy kicsikét nehezíteni az életünkön, talán ebbe a kerületbe ez mentes, ez egy nagyon fontos dolog. Hölgyeim és uram, aki sokat beszél, az egyéb csibészségekre is képes. Tehát megköszönöm szépen a türelmüket, és hát úgy is fogunk beszélgetni. Nagyon jó egészséget, és köszönöm, és kérek engedélyt. Ma elmondható az, hogy a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek éves szinten több vonulása van, és még most már önállóan is, mint nagyon sok vidéki hivatásos tűzoltó parancsnokságnak. És az azt gondolom, hogy önmagáért beszél. Nem jöttem üres kézzel, hoztam egy kis emléktárgyat annak érdekében, hogy ezt a 10 és 25 éves jubileumot majd, amikor 20 és 50 éves lesz, nem jól számoltam, 20 és 35 éves lesz, vagy akár még több, akkor majd visszaemlékezzünk, amikor ránézünk erre, és amikor ránéztek erre, akkor legyetek büszkék. Arra kérlek, elnök úr, hogy ezt az emléktárgyat vedd át. Természetesen a 10 éves zuglói tűzoltói múlt alkalmából is szeretnék átadni a tűzoltó csapatnak egy emléktárgyat, úgyhogy megkérném dr. Való urat, szolgált parancsnok urat, hogy vegy át az emléktárgyat.
Az zuglói polgárőrség képes példát mutatni abban, hogy polgárok a saját szabadidejükből a közösség érdekének megfelelően mindenféle ellentételezés nélkül egyszerűen emberi jó szándékból képesek egy ilyen szolgálatra. És nem csak egyszerűen képesek egy ilyen szolgálatra, hanem nem csak egyszerűen arról van szó, hogy nekik jó az, hogy ők polgárőrködnek, hanem ezt úgy teszik, hogy közben együttműködnek azokkal a szereplőkkel, akikkel közösen sokkal hatékonyabban tudnak föllépni, a rendőrökkel, a rendészettel, a közbiztonsági non-profit Kft-vel, és azt gondolom, hogy Zugló ebből nagyon-nagyon sokat profitált, hiszen a közbiztonság soha nem tud elég jó lenni, de azért Zuglóban mégiscsak azt gondolom, hogy nagyon sok minden történik annak érdekében, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat. Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak is, és minden polgárőrnek ezt a 25 évet, azoknak is, akik ott voltak az alapításkor, azoknak is, akik azóta csatlakoztak, és további ilyen eredményes éveket kívánok nektek. Köszönöm szépen. Ordasi László emlékérem kitüntetést minden évben az a személy kaphat, aki hosszú időn keresztül kiemelkedő tevékenységével hozzájárul az zuglói polgárőrség működéséhez. Az első alkalommal odaítélt Ordasi László emlékérmet Havas István rendőrfőtörzs zászlós vehette át, aki a szervezet megalakulása óta aktívan részt vett a járőr szolgálatok ellátásában, valamint egyéb kiemelt feladatokban. Az idei évben az elismerést a zuglói polgárőrség megalakulásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseképpen dr. Böjtös Zoltán veheti át. Nem készültem díját, hogy erre, de az zuglói polgárőrség elnöksége Tóth Csaba országgyűlési képviselő úrnak tiszteletbe légy tagcímet adományoz. A zuglói polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesület elnöksége elismerő oklevelet adományoz dr. Németh Zsolt úrnak. A zuglói polgárőrség elnökségek dr. Círják Róbert rendőr alezredes úrnak tiszteletbeli tagcímet adományoz. Az zuglói polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesületben végzett kiemelkedő munkája elismeréseképpen elismerő oklevélben részesül Lackó István Gábor polgárőr és Vági Péter polgárőr. Az zuglói polgárőrség 25 éves fennállása alkalmából a polgárőr mozgalomért végzett kiemelkedő munkája elismeréseképpen dr. Révai Tamás elismerő oklevélben részesül. Már át is vette. Tehát a polgárőr mozgalom 10 éves időtartamban eltöltött polgári szolgálata elismeréseképpen oklevélben és az azt képező szolgálati jelben részesül Botfalavi Zsolt polgárőr, Kis Csaba Zoltán polgárőr és Leiner Tamás polgárőr.
A polgárőrmozgalom 15 éves időtartamban eltöltött polgári szolgálata elismeréseképpen oklevélben és az ezt képező szolgálati jelben részesül Murányi Mihály Miklós polgárőr, dr. Mátisz Péter polgárőr, Székelyhídi Péter polgárőr. A polgárőrmozgalom 25 éves időtartamában eltöltött polgári szolgálata elismeréseképpen oklevélben és emlékplakettben részesül Árnics Mihály polgárőr, Csillag Tamás polgárőr. Az zuglói polgárőrség megalapításában végzett kiemelkedő munkája elismeréseképpen a szervezet 25 éves fennállása alkalmából kitüntetésben részesül Maraffai Ferenc alapító. Az zuglói polgárőrség 25 éves fennállása alkalmából kitüntetésben részesül Tanadait János, Tótfalusi István és Simon Ferenc. Köszönjük a tábor úrnak és az ezredes úrnak a közreműködést az elismerések átadásában. Felkérem dr. Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes urat és Salamon Lajos tűzoltó alezredes urat fáradjanak ki a további elismerések átadásához. Az zuglói önkéntes tűzoltóságért végzett kiemelkedő munkájáért elismerő oklevélben és emlékplakettben részesül dr. Valló Viktor önkéntes tűzoltó, Vágó Tibor önkéntes tűzoltó.